Szentmisével emlékeztek a kommunizmus és a Pócs Petri ügy áldozataira a településen péntek délután. 1948. júniusában Pócs Petri lakói az egyház tulajdonában álló iskola államosítása ellen léptek fel. A megmozduláson egy rendőr őrvezető életét vesztette. A perben a falu plébánosát Asztalos János nevezték meg felbújtónak, és az aljegyzőt, Királyfalvi Miklóst pedig a gyilkosnak. Őt június 11-én kivégezték, a plébánost pedig életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. A per bemutatta a koncepciós perek sajátosságát, legfelső vezetők irányították, komoly propaganda kísérte, a jogi követelményekkel pedig nem törődtek. Pócs Petri többek között ezért is jellemzi leginkább az áldozat és a hűség fogalma. Nem fájdalmakat és sebeket akarunk feltépni, megemlékezésünkkel, bár ez még nagyon sok család és Pócs Petri ember számára óhatatlan és elkerülhetetlen. Még inkább tisztelettel és büszkén idézzük fel ezen a napon, településünkön is azokat az eseményeket, amikor helybéliek kimertek állni hitük, kereszténységük, igazuk mellett, és ezért családok, közösségek, az egész falu sorsa megpecsételődött évtizedekben. A rendszerváltás után elkezdődhetett nyíltan Pócs Petri erkölcsi rehabilitációja. Királyfalvi Miklós mártírt tavaly újra temették. Idén lesz 70 éve, hogy a gyilkosságnak titulált baleset után az aljegyzőt halálra ítélték. Néha még azok is áldozatok voltak, akik kiszolgálták a rendszert, közölte Soltész Miklós Pócs Petriben a megemlékezésen. Százmillió embert írtottak ki fölkerekségen 70 év alatt a kommunizmus nevében. Az áldozatok száma ennél még nagyobb. És mindenképp, amikor áldozatokról beszélünk, akkor hűségről is kell beszélni. És azoknak a hűségek, akik akár kereszténységükért, akár hazáért vállalták a hűséget, az igenis tiszteletre méltó, még ennyi év távolságban is. Wittner Mária az 1956-os forradalom és szabadságharc aktív résztvevője volt. 1957-ben letartóztatták, a következő évben pedig halálra ítélték. Pócs Petriben hangsúlyozta, bárhova szívesen megy előadást tartani, ahova hívják, annak érdekében, hogy a történelem eseményeiről mindenki valós képet kapjon. Szabolcs megyébe egy konkrét felajánlással érkezett, amelyet megköszönt a térség országgyűlési képviselője is. Mária tette egy felajánlást Újfehértón, kidatta nekünk a kommunizmus áldozatairól és bűneiről szóló plakátkönyv egy példányát, és ezt a könyv hivatott arra, hogy a térségbeli iskolák történelem tanárai forgassák, történelem órákon is megmutassák a gyerekeknek, mert hogy sajnálatos módon 56-ról főként a kommunizmus bűneiről és áldozatairól elég korlátosak az ismereteink. A Szentmise végén az emlékezés koszorúit is elhelyezték a templom falán, Asztalos János emléktáblája alatt, akiről Baracsi Endre, a megyei közgyűlés alelnöke emlékezett meg beszédében. A település jelenlegi községházát, az egykori Irinyi kúriát nemzeti emlékhelyé szeretnék nyilvánítani. Ezzel kapcsolatban Pócs Petri jelenleg a kormány döntésére vár.